És itt is van velünk Borbély Mihály a stúdióban, üdvözlünk téged. Jó estét, szervusztok. Ja. Na hát rátok, aztán valóban nem igaz a mondás, hogy két dudás egy csárdában nem fér meg, mert Hodres Mihályjal igen csak régre nyúlik vissza a kapcsolatod. Számos formációban játszottok mind a ketten, de mi az, ami a közös kvartettetekre igazán jellemző? Hát talán leginkább ez a fajta, nem csak, hogy jól megférünk egymás mellett, hanem kölcsönösen inspiráljuk egymást. Sokat játszottunk régebbi időkben is alkalmilag együtt, aztán amikor ez a zenekar megszületett egy jó 10 évvel ezelőtt, akkor kiderült, hogy milyen közös zenei dolgaink vannak. Ehhez nagyszerű partnereket találtunk, és a ma esti is látható felvételen majd Horváth Balázs nagybőgőn és G. Szabó dobokon társul hozzánk. Ezzel a sajátos felállása, hogy két fúvós és bőgő dob, tehát nincs se gitár, se zongora, harmónia hangszer, egy különleges hangzása van ennek a zenekarnak. Hogyan készültetek egyébként a jazz akusztikra? Kell ilyenkor bármilyen szinten áthangszerelni, vagy majd, hogy nem örömzenélés volt az egész történet számotokra? Gyakorlatilag ez a jellemző, ez az örömzenélés. Annyi talán csak, hogy azért figyeltünk arra, hogy a műsoridő tévés keretek között azért jobban behatárolja a lehetőségeket, és azt a kb. 60 percet azt igyekeztünk úgy kitölteni, hogy az örömteli improvizációk és a szabad részek és egyáltalán ez a fajta örömzenélés az átjöjjön. Tehát nem rövidítettük a számokat, hanem inkább hagytuk kigurulni. Na de tényleg, ugye bocsánat, hogyha már improvizáció, akkor hogyan lehet ezt az improvizációt valamilyen szinten mederben tartani? Tartani, hogy mondjuk benne legyen abban a műsoridőben? Hát azt gondolom, hogy a jó jazz muzsikának ez a talán az egyik titka, hogy ezt a arányt megtalálni, hogy a témák és a bizonyos kötött részek, ezek viszik azt a medret, amiben mi aztán úszkálunk, és abban nagyon-nagyon sok szabadság, nagyon sok improvizáció van, de megvannak az oszlopaink, hogy hol merre kell kanyarodni. Van egyébként bármiféle leosztás közöttetek, hogy ki az, aki mondjuk jobban improvizál, ki az, aki mondjuk így jobban tartja magát a kötöttségekhez, vagy ki az, aki behoz egy picit néha jazz mellé mondjuk népi dallamokat is? Ez mindig azt lehet mondani, hogy koncertről koncertre változik, és persze megvan, hogy melyik számba kinek milyen szerepe van, de ezen belül nagyon sok változás alakul ki a koncerteken, és tulajdonképpen ez látszik ezeken a felvételeken is, néha nagyokat mosolygunk, hogy valami más indult el ott, mint ahogy szoktuk játszani, és ez nem zavarba hoz minket, hanem éppen ellenkezőleg inspirál. Egy ilyen viszonylag improvizációs koncert esetén lehet olyat kérdezni, hogy mi alapján válogattátok össze a dalokat? Tulajdonképpen annyi, hogy a lemezeinken is két lemezünk jelent meg eddig, mind a kettőnk szerzeményei szerepelnek, és úgy nagyjából jól kiegészítik, tehát a tempókban, karakterekben ezeket úgy választjuk, hogy jól essen egy koncertet végighallgatni, nekünk is végigjátszani, tehát hogy változatos legyen a muzsika. Instrumentális zenéről beszélünk, de hát ugye vannak a daloknak címei is, ilyenkor mi az, ami, milyen érzések alakítják ki ezeket? Teljesen változó. Van, amikor például nekem van egy-két olyan számom a lemezen is, és a koncerten is szerepel, amely mögött valamilyen népzenei dallam megbúvik az inspirációs forrásként, és van olyan, hogy a népdalnak egy kis szövegét, csak egy szöveg részletét választom. Van, amikor csak egy hangulati jelző. Van úgy, hogy például megszületik egy cím a fejemben egy hangulatos zenével, és utána komponálom meg, és fordítva is, már rég játsszuk a számokat, és még nincs címük, úgyhogy mindig másképp alakul ez. Ugye tavaly jelent meg a Körbe-Körbe című új albumotok. Most bármilyen alkotó folyamat jelen van nálatok? Ez mindig, igen, most is már a koncertjeinken játszunk ezeket a számokat próbálgatjuk, alakítjuk, és aztán, ha úgy alakul, megint majd lemezre vesszük. De a Borbély műhelyel már jártál az akusztikban, ezt láthatták az M2 Petőfi TV nézői is, és hát ugye van egy másik zenekarod még, a Vujicic. Mondjuk a kvartett, az milyen szerepet tölt be, vagy hogyan? Tehát hogy jó az, hogyha egyikből a másikba ugrálsz, mert mindegyik egy kicsit mást ad? Nagy öröm az, hogy megvan az embernek minden zenében és minden zenekarban a feladata, és bizonyos dolgokra ott ébred rá, illetve ott éli ki magát. Ilyen szempontból a Borbély-Dres kvártett az egy szerelemzenekar, hisz Misinek is a saját kvártettje már közel 30 éve működik, a Borbély műhely is 20 éve, úgyhogy ezzel a zenekarral, amikor jön felkérés, akkor nagy örömmel mindig megyünk. Ez nem megélhetési vagy pénzkérés és sorozatkoncerteket adunk, hanem ami van, annak örülünk, és hát most nyáron egy pár fesztiválon fellépünk majd, és ősszel is idehaza és külföldön is fellépünk majd. Akkor sok sikert kívánunk nektek a jövőben is, és hozzátok az új albumot majd. Nagyon köszönjük, és mindenkinek ajánljuk a ma esti koncertfilmet. Ma tehát akusztik, így van, Borbély-Dres kvartette.